A Jobbik egyetért azzal a fideszes javaslattal, hogyha valaki szándékosan politikai céllal bojkottálja a parlamenti eskütételt, annak legyen retorziója, mondta Brenner Koloman, a párt képviselője a parlamentben. Ezzel a döntéssel továbbá korlátozná azoknak a megválasztott képviselőknek a jogait, akik nem tették le az esküt a parlamentben. A módosítás egyedül Hatházi Ákost érinti, aki nem ment be az országgyűlés május 2-ai alakuló ülésére, azóta pedig Kövér László házelnök nem tűzte napirendre az eskütételét. Amíg ez nem történik meg, a jelenlegi szabályozás szerint nem vehet részt az országgyűlés és az országgyűlési bizottságok ülésein, tanácskozásain és szavazati jogát nem gyakorolhatja, indítványt nem nyújthat be az országgyűlés tisztségeire, illetve országgyűlési bizottságban nem választható meg, valamint nem alakíthat frakciót és nem kaphat fizetést sem. Ezt egészítené ki egy új elemmel a Fidesz-KDNP, eszerint az eskületételéig Hatházi Ákos nem kérhet tájékoztatást az állami szervek vezetőitől és minősített adatokhoz sem férhet hozzá. Egyébként én azt gondolom, hogy két közjogilag releváns álláspont közül választhatna a Fidesz igazából, vagy Kövér László igazából bármelyiket tenni. Védhető és helyes lenne. Az egyik azt mondani, hogy Hatházi Ákos valamikor, mondok egy időpontot, egy hónap múlva, két hét múlva, két hónap múlva leteheti az esküt, mert ekkor ér rá Kövér László, és akkor Hatházi Ákos leteszi az esküt. A másik mondhatja azt, szerintem Kövér László, hogy valaki, aki arra hivatkozva megtagadta az eskütételt, hogy szerinte a választás nem volt jogilag oké, szerinte ez a parlament nem alkotmányos, az az ember az nyilvánvalóan ezzel visszautasította a mandátumát, és írjunk ki egy új választást a Zuglónak, mert legyen Zuglónak parlamenti képviselője. De most szerintem mind a két álláspont helyes lenne, nyilván alapvetően a kultúrát megoldást az elsőnek gondolom. De a Fidesz egy harmadikat választott. Mégpedig azt mondják, hogy ők nem adnak időpontot egyelőre Hatházinak, meglátjuk, hogy mi lesz, meglátjuk, hogy akarjuk-e, hogy képviselő legyen, vagy nem akarjuk, hogy képviselő legyen, mert egész egyszerűen végtelen élvezetet lelnek abban érthető módon, hogy az a Hatházi, aki két vagy három hónappal ezelőtt az öklét rázva mondta azt, hogy nemet kell mondani, senkinek se szabad felvenni a képviselői mandátumot, nem szabad letenni ezt az esküt. Most ez a Hatházi hétről hétre azért kampányol, hogy hadd tegye már le ezt az esküt. És ez tényleg megszégyenítő Hatházinak, de van egy másik ok, mert ez nem pusztán a Hatháziról szóló ellenszenv a Fidesz részéről, hanem az is, hogy amíg a Hatházi nem teszi le az esküt, addig folyamatosan konfrontáltatva van az ellenzéknek az összes többi pártja azzal, hogy hát látjuk, itt van egy Hatházi, kvázi a rendszernek az ellenzéke, kvázi ő választott egy hiteles magatartást, nem ült be a parlamentbe, hozzá képest már mindenki csak ugye díszlet Orbán Viktor színházába, és az a helyzet, hogy ebben is ugyanúgy kélyes örömet lelnek, és ehhez képest nem nagy ár, hogy Zuglónak per pillanat nincsen parlamenti képviselője, ami viszont botrány. A Jobbik pedig hát úgy tűnik, hogy a DK utolsó csatlósából a Fidesz utolsó csatlósának áll, mert utolsó csatlósnak lenni kell. Lezajlott egy elnökváltás a Jobbiknak az élén, és a Jobbiknak a fordulatát hát nem lehet elvéteni. A helyzet az, hogy saját politikával legutóbb talán még Vona Gábor elnöksége idején próbálkozott a Jobbik. És azóta nem tapasztaltunk olyat, hogy a Jobbiknak saját mondása, saját politikája, saját maga által úgymond elvi alapon képviselt ügye lett volna. És most, hát tulajdonképpen az országgyűlésből távozó Volner Jánosnak a megürült helyét célozza meg a Jobbik. És hát olyan indítványokkal, olyan felszólalásokkal, olyan magatartással jelentkezik a Nemzeti Együttműködés rendszerénél, amely magatartás a Nemzeti Együttműködés rendszerének tulajdonképpen megfelel, de mégsem lehet azt mondani, hogy ezt egy fideszes képviselő indítványozta. Mégiscsak azt lehet mondani, hogy hát egy konstruktív ellenzék van, amelyik elkezdett elkülönbözni az ellenzék többi pártjától, elsősorban nyilván a DK-tól, és hát itt a bírálatoknak a tőke súlya az a Fidesz helyes intézkedéseivel való azonosulás és azoknak a támogatása.
Ami itt történik, az szerintem egyébként, szomorúan mondom ki, de akár jogos is, de nem vagyok benne biztos, hogy igazságos. Ami viszont biztos, hogy ennyi hacacáréból, amit ekköré kerítenek, már simán az eskütételét is kitűzhetnék volna, vagy akkor a Lex Hatházinak nevezett bármi, ami mondjuk, mondjuk arról próbál szabályozást létrehozni, hogy nem kérhet ki közérdekű adatokat se, amellett a 18 dolog mellett, amit szintén nem tehet meg, akkor legyen az a tartalma, hogy nem lehet képviselő, aki megtagadta az eskütételt, de ne az legyen, hogy dolgozunk azon, hogy még később legyen egy komplett kerület képviselve. Én úgy érzem, hogy a Hatházira is rá lehet mondani, hogy nem végzi el a munkáját, de ilyenkor meg a Kövér Lászlóra lehet rámondani, hogy akadályozza a parlament munkáját, hiszen egy képviselő nem tudja elvégezni a munkáját. Igen, de ezek tényleges munka, amit nem tud Hatházi Ákos elvégezni. Tényleg arról van szó, hogy a Zugló képviselője Zuglót képviseli az országgyűlésben, és akkor azáltal Zugló képviselve van. Ha Zugló képviselője fideszes, akkor Zugló képviselve van, mert a Orbán Viktor is észreveszi, hogy fideszest választott Zugló, tehát Zuglónak fejlődnie kell, hogy a Zuglóban élők lássák, jól választottak. Ha viszont Zuglónak nem fideszes a képviselője, és hát azért Zuglónak talán az utolsók között lesz fideszes képviselője, Zugló az a hely, ahol tulajdonképpen bárkit megválasztanak. Ha Hatházi Ákos nem indult volna el Tóth Csabával szemben, akkor most Tóth Csaba képviselné Zuglót. Szóval, hogy ezek az ellenzéki politikusok, ezek tényleg képviselik a választókerületüket. Tényleg képviselik. Amikor minden indítványukat lesöprik, amikor előre meg lehet mondani 4 évre, 8 évre, 12 évre, hogy akármit nyújtanak be, az le lesz söpörve az asztalról. Nincsen képviselve Zugló, és ez nem Hatházi Ákoson meg az esküjén múlik. Akkor se lenne képviselve, hogyha lenne ott egy képviselő, aki formálisan a Zuglót képviseli. Most akkor ezek szerint kintről pontosan ugyanannyira tudnak képviselni. Azért az feladatuk, hogy alternatívát mutassanak, amit leszavaznak. Az feladatuk, hogy rákérdezzenek valamire, amire aztán a miniszter nem válaszol normálisan. Tényleg feladatuk? Tehát tudod, az van, hogyha 12 éven keresztül minden egyes kérdést lesöpörnek az asztalról, minden egyes indítványt lesöpörnek az asztalról, minden egyes interpellációra azt válaszolják, hogy boldog karácsony. Tudod, akkor kötelező. Hol van megírva, hogy kötelező még egy cikluson keresztül beadványokat adni, felszólalni, interpellálni, és tulajdonképpen asszisztálni ehhez a színházhoz, ehhez a báb színházhoz, meg ehhez a cirkuszhoz. Miért kötelező? Tudod, én meg úgy gondolom, hogyha az a tapasztalat, hogy Orbán Viktor, meg az Orbán Viktornak a rendszere semmilyen ellenzéki indítványt nem hajlandó még csak megfontolni sem, mert az maga lenne a hazaárulás. Ha az a tapasztalat, hogy Orbán Viktor meg a rendszere, meg a parlamenti többsége semmikor, soha semmilyen ellenzéki javaslatot nem fogad el, elvi okokból nem fogad el, akkor én azt gondolom, hogy abba kell ezt hagyni, mert nincsen semmi értelme, senki nem tartozik az ördögnek azzal, hogy teljesen fölöslegesen kvázi dolgozzon. Ez hogy munka, tudod? Egyébként az LMP meg Siffer András nagyjából ezt a fajta politikát képviselte az országgyűlésben, amikor politizált, és Siffer András 6 éven keresztül tényleg konstruktív ellenzéki szerepet játszott. Ő tényleg egy csomó indítványt hozott, amik előre mozdították volna az ország helyzetét, a Fidesz mindent lesöpört, és Siffer András 6 év után belátta, hogy ez nem munka, ez a munkának az imitációja. És nem imitálja tovább ezt, és 6 év után felmondta a parlamenti képviselőséget, és mert belátta, hogy ez valójában senkinek nem tartozik ezzel a szemfényvesztéssel. Egyébként azért árnyaljuk ezt a dolgot. Van két szintje a nagy politikának. Egyrészt ezek a nagy közjogi kérdések, nagy költségvetési kérdések, ahol a kormány egyébként rutinszerűen söpri le egy működő demokráciában is az ellenzéki véleményeket, álláspontokat, és még Magyarországon is van arra példa egyébként, hogy visszahozza, beépíti azokat az észrevételeket, amiket valamilyen szinten megfontolandónak gondol, mert az már tényleg csak a gesztus politikának a része, hogy így direkten nem szavaz meg ellenzéki javaslatokat. A másik része meg azért a helyi ügyek mentén való lobbizás, a helyi fejlesztések, a helyi források körüli ügyködés, ahol meg szerintem azért lényegesen nagyobb még az ellenzéki képviselőknek is a mozgástere, mint amit mondjuk a Siffer András alkotmányjogi javaslatainak a megfontolásából gondolunk vagy nem gondolunk. Tehát
Látszik, hogy például mondjuk Szeged, egy ellenzéki vezetésű város is tud azért fejlődni. Látjuk Budapesten belül a 13. kerületet, ami kifejezetten nagy prosperitást mutat még az elmúlt 10 évben is, 12 évben is, ami azért mutatja, hogy az Orbán rendszerrel szemben szerintem nagyon-nagyon eltúlzott az a kritika, hogy mindent lesöpörnek, semmit nem vesznek figyelembe, ezek mindenen átgázolnak, és ahol ellenzéki jelöltet választanak meg, ott aztán majd fű sem fog teremni, azért ennél árnyaltabb a helyzet. A Jobbik sajtóosztálya kiadott egy közleményt, amiben a párt ellentétes álláspontot képvisel Hatházi megbüntetéséről, mint amit Brenner Koloman ma mondott a parlamentben. Közleményükben azt írják, hogy a Jobbik nem támogatja a Lex Hatházi féle törvényjavaslatot. Még a hitszegésükben sem képesek konzekvensek lenni. Hát most éppen elárulják az eddigi politikájukat, akkor legalább árulják el, de még ezt se tudják, mert még az árulásukat is elárulják 10 perccel később. Igen, egyébként jól mutatja az egész szituáció, hogy a Hatházi Ákos mennyire egyszerre megemészhetetlen és egyszerre kiköphetetlen az ellenzék számára. Tehát a Brenner Koloman álláspontjából, meg a Jobbik véleményéből azért tisztán látszik, hogy elképesztően erős indulatok lehetnek a Hatházi Ákossal szemben, de ezeket akár csak olyan szinten is a nyilvánosság elé vinni, hogy ők támogatják a Lex Hatházit, az egy ponton elfogadhatatlanná válik, mert azt érzik, hogy akkor a Facebook komment szekciókban mindenféle Fidesz ügynöknek el fogják hordani őket, és ez már nem elfogadható, nem fizetődik ki politikailag. Meg nem kell támogatniuk, tehát megszavazzák azt nélkülük is. Nem lesz az, hogy majd, amikor a szavazás van, ők igennel szavaznak, és na, akkor most lebuktatok, mégis támogatjátok, mert semmi jelentősége nincs, hogy erre szavaznak, vagy arra. De szerintem annak van jelentősége, hogy kicsoda Hatházi Ákos. Tehát, hogyha az ellenzék ki tudná mondani, hogy Hatházi Ákos az egy kókler, Hatházi Ákos az egy populista, akkor mondhatnák azon túl azt, hogy mi a képviselők vagyunk, akik végezzük a dolgunkat, akik a parlamentáris demokráciában megteszik, amit tenni kell egy ellenzéki képviselőnek. De ezt nem mondják, nem mondhatják, mert tudják, hogy kiröhögnék őket, és egyébként dislike-ok tízezreivel büntetnék. De azt sem mondhatják, hogy Hatházi Ákosnak igaza van, mert hogyha a Hatházi Ákosnak igaza van, akkor ők mit is keresnek a parlamentben? Miért nem Hatházi Ákos mellett vannak? Tehát, hogy az a helyzet, hogy amíg a Hatházi Ákos problémára nem tud választ adni, nem csak a Jobbik, hanem az összes többi ellenzéki párt, addig valójában röhedelem az egész tevékenységük, meg az egész működésük, és ilyen típusú csiki-csuki szituációkra lesznek majd csak precedensek. Miért kellene nekik a hatházi problémát megoldani, amikor ők az ország vezetésére jelentkeznek? Tudod, hát nekik sokkal nagyobb a felelősségük ennél, és nyilvánvalóan egy olyan feladatra készülnek, amely feladatban rutinjuk van ellentétben a hatházi üggyel. Miért gyűlöli a Fidesz ennyire Hatházi Ákost? Miért szálka a körmük alatt ennyire Hatházi Ákos? Az jól látszik, hogy Hatházi Ákossal szemben tanúsítanak egy extra indulatot. Tehát egy extra indulatot. Tehát egyszerűen soha nem láttam őket úgy kikelni Bangóné Borbé Ildikó ellen, soha nem láttam őket úgy kikelni Molnár Zsolt ellen, Tóth Csaba ellen, Kunhalmi Ágnes ellen, mint ahogy Hatházi Ákos ellen. Hát ebben nyilván az is faktor, hogy Hatházi Ákos egy áruló fideszes, tehát hogy ő valaha fideszes volt, és nem tudnak úgy gyűlölni a másik oldalról senkit, mint azokat, akik valaha az ő soraik közé tartoztak, de aztán elárulták őket, és átálltak a túloldalra. Ugye azt is tudjuk, hogy Dante isteni színjátékában a pokol legmélyebb bugyrában az árulók, Cassius, Brutus és Judas találhatók. Tehát maga Dante is így gondolta ezt, ahogyan Orbán Viktor. A háztályi ellenzékkel szemben Hatházi Ákos kérlelhetetlen. Hatházi Ákos nagyon jól elkülönböztethető attól az ellenzéktől, amit Orbán Viktor tenyészt. Nagyon jól, nagyon plasztikusan, nagyon szembeszökően különbözik tőlük. Olyannyira, hogy Zuglóban kihívja Tóth Csabát. Akár annak a következményével is számolva, hogy esetleg egy csomagtartóban ébred egy ásó mellett.
a Hatházi Ákosnak a tisztessége kétségbe vonhatatlan. És ez egyszerűen leri róla. Ez lesüt róla. Ezt mindenki látja. Persze ehhez a tisztességhez hozzátartozik egy bizonyos mértékű futóbolondság, de azt hiszem, hogy ez egy csomagban van. Ezek mellett a kígyónyelvű, sima beszédű, politikai házasságszédelgők és szemfényvesztők mellett, a legyenek akár fideszesek, legyenek akár MSZP-sek, vagy legyenek akár momentumosok. Ez a Hatházi Ákos az ábrándos tekintetével, az őszinte indulatával és a kétségbe vonhatatlan tisztességével egyszerűen rendszeridegen, rendszeridegen. A Fidesz nem tűrheti, hogy bárki is különbnek látszon nála, és az ellenzéket azért tenyészti, és tenyészti ilyenné, hogy ne is látszon senki különbnek nála. Na most Hatházi Ákos esetében itt van egy kis gigszer. Hatházi Ákos különbnek látszik, nem csak az ellenzék többi pártjának politikusainál, de a Fidesz eseknél is. Rasszista megnyilvánulás miatt a Forma 1-es Red Bull istálló felfüggesztette 21 éves tartalékpilótáját Jüri Viszpet, majd a tegnapi napon felbontották a szerződését. A fiatal észt a barcelonai futam előtti első szabad edzésen már vezethette is a konstruktőri világbajnokságot fölényesen vezető csapat autóját, ezzel ő lett az első Baltikumból származó pilóta, aki Forma 1-es autót irányíthatott egy verseny hétvégén. Vips kedden a Twitch-en streamelte, ahogy videójátékozott, a nagy lövöldözés közben pedig elhagyta a száját az N-betűs szó. Nincs bocsánat. Egyetlen egy gigszer, egyetlen egy kihágás, és egy életre elmeszelted magad. Egy életre. Itt van ez a csávó. 21 éves. Valószínűleg nagyon tehetséges gokártos volt, hogy beemelték a Formula 1-be. Gondolom, hogy előtte kijárta a szamárlétrának minden fokát. És most már ott tart, hogy a Formula 1 leggyorsabb autóját vezetheti, a Red Bull istálónak a tartalékpilótájaként. És egy játék közben elhagyja az N-betű szó a száját, és egyszer és mindenkorra lehúzhatja a WC-n a karrierjét. Egyszer és mindenkorra. Soha többé senkinek nem fog kelleni. Úgy dobják el, mint egy taknyos papír zsebkendőt. Tudod, ez annyira súlyos. Tudod, nem, még csak nem is arról van szó, hogy a rasszizmus fölött, vagy a rasszista megnyilvánulás fölött hunjon szemet a Formula 1, vagy hunjon szemet a nemzetközi közvélemény, vagy a média, vagy a tudatipar, hanem hogy egyáltalán lehessen hibázni, tehát hogy lehessen egy, szerezhess egy fekete pontot. Tudod, a fekete pont az egyet jelent a kirúgatással. Tudod, ez egy olyan iskola, ahol ha egyet hibázol, nem fekete pontot kapsz az ellenőrződbe, hanem azonnal kirúgnak, de úgy rúgnak ki, hogy az összes többi iskolába sem vehetnek már föl. Nekem egyébként az N-betűs szóval, amit nem merek kimondani, azért sok problémám van. Egyrészt már az amerikai kontextusban is problémás számomra az a szó, amit a négerek kimondhatnak, vagy vagy a fekete amerikaiak kimondhatnak. Eddig dolgoztál itt. Illetve eddig sikerült elkerülnöd, disztinglálnod egyáltalán, de a véleményed közben értékesebb vannál, mint... És egyébként nem csak a fekete amerikaiak mondhatják ki, hanem például a Tarantino kimondhatta. A Tarantino kimondhatta a pontot. Mert ő tiszteletbeli fekete. Szerinte. De annak bizonyult, hiszen Tarantino azután is rendezhetett filmeket. Igen, tehát hogy nagyon furi helyzet, hogy van egy szó, amit bizonyos bőrszínnel ki lehet mondani, és akkor nem rasszizmus. Bizonyos más bőrszínű emberek kimondhatnak, nem tudni milyen alapon, az se rasszizmus, de hogyha egy észt Forma 1-es pilóta kimondja, akkor ő viszont rasszista, és akkor itt jussunk el ahhoz, hogy ugye ez nem Amerikában hangzik el, hanem a Baltikumban. A Baltikumban, ahol nem voltak tudomásom szerint néger rabszolgák, azok észtek, nem ők maguk egy gyarmati ország.
Ja, igen, őket gyarmatosították. Mit tudjuk mi, hogy az észt kultúrában mit jelent egyáltalán ez az embertű szó? Tudjuk, hogyan használják? Tudjuk, hogy mit jelent a feketéket jelenti. Nem rasszizmust jelent. Nem biztos, hogy van. Magyarországon, mielőtt a 90-es években megkaptuk a politikai korrektség első hullámát a nyakunkba, mi itt a feketéket négereknek hívtuk. Nem azért, mert rasszisták voltunk, hanem mert a köznyelvben ez a szó jelentette őket. Ebben semmi pejoratív nem volt. Semmi. De Robi, nem a néger az N-betűs szó. Nem a néger. Hanem a nigger. Igen, és egy erős különbség van a kettő között, mert de az a szó onnan, a magyar kultúrában sem forgott úgy, hogy milyen aranyos fekete kisfiú. Semmilyen kontextusban nem használtuk, az egyetlen kontextus, amelyben megismertük, az a gangsterrebben egymást oltó csávoknak a beszéde, és a bármilyen amerikai rabszolga kontextusban való öltözés. Ez az észt csávó, ez azt mondta, hogy nigger? Vagy azt mondta, hogy néger? Ki mondta az N-betűs. Tehát honnan tudod? Úgyhogy megsértődtek rajta, tehát bizonyára azt mondta. Tehát arról van szó, hogy az N-betűs szó a nigger. Tehát a nigger az nem az N-betűs szó, mert azt nem használják Amerikában. De azért felismerik, és tudják azonosítani, mint niggert, hiszen azt nem használják Amerikában. Tehát ha én itt azt mondom, hogy nigger, az egy amerikainak vagy egy értelmetlen hangsor, vagy a nigger. Tudod? Addig dolgoztam itt. Tudod? De mi magyarok vagyunk velük ellentétben. Ő számára ez úgy hangzik, mintha ugyanazt mondanát. De én értem, hogy neki úgy hangzik, de... Több olyan hangalakja, vagy változata, amely szintén rossz kontextus, vagy hogy mondjam, rossz konnotációval rendelkezik, és van olyan, ami meg... De miért te azt gondolod, hogy a csávó feltétlenül rasszista azért, mert az N-betű szót használta? De én azt gondolom, hogy számítógéppel játszott, éppen valakiket lőtt, és akkor vagy a csapattársára mondta, hogy tudod, haverom, vagy az ellenségére mondta, mint hogy szolgám, elpusztítottalak. Utóbbi esetben elég kemény, előbbi esetben meg csak kulturális kisajátítás címkét lehet rá aggatni. Volt egy olyan sztori, hogy egy amerikai rappénekes, vagy rapper felhívta az egyik rajongóját, egy fehér kis csajt a színpadra. Megvan, hogy énekelj el a számát, amiben benne van ez a szó. Igen, és mutatta neki, odaadta a mikrofont, hogy kezdje el énekelni, és akkor elkezdte a kislány a szöveget, és amikor odaért, hogy nem tudom, hogy milyen nigga, akkor így mondta, hogy nem tudom, milyen nigga, és akkor így teljesen felháborodott az előadó, hogy ezt hogy merte kimondani. A saját számának a szövegét, amire ő tartotta oda a mikrofont, mert ott elvileg azt kellett volna mondani a lánynak, hogy fehér, hogy sheep, igen. Ja, tehát hogy azért, mert fehér, de ha fekete lett volna, kimondhatta volna. Aha. Szóval, ugye ez nem egy sérelem, hanem egy jog. Szerintem ez így nagyon nem oké. Tehát legalább, hogy mondjam, tehát én azt gondolom, hogy az erkölcs egyetemes, és a törvényeknek is egyetemeseknek kell lennie. Ha az ember egyenlő, ha minden ember egyenlő, és hiszünk abban, hogy minden ember egyenlő, akkor mindenkire ugyanaz kell, hogy vonatkozzon. Hogyha az a szó, hogy néger vagy nigger, az sértő, az megalázza a feketéket, és ezt érvényesítik a fehéreken, akkor legyenek szívesek a feketék is betartani ezt, mert ez sérti van a feketéket. Van egy erős ilyen vonulat egyébként, tehát hogy rengetegen kritikusak, nem kis ideje, hanem mondjuk két évtizede legalább, pláne mióta az ilyen, főleg ilyen hip-hop jellegű szövegekben rengetegszer előfordul ez a szó, hogy követelik, hogy egymásra se mondjuk, mert nem ez, pontosan, hogy mert ez nem egy jog, hanem egy rossz emlék. Milyen nemtelen ez, hogy ilyen kelepcébe csalja a saját rajongóját, tudod? És így oda tartja neki a mikrofont, és tudja jól, hogy fehér, és tudja jól, hogy mi jön a szövegben, hiszen az az ő szövege. És amint kimondja, jön a megsértődés, meg a hisztéria. Ez a leheted magad utáni bizonyára, orvavágásnak egy ordinárébb, olcsóbb, undorítóbb esete. Bizonyára rasszista a kis csaj, azért ment el a fekete bőrű előadónak a koncertjére rajongani, azért az élete nagy pillanata volt, hogy fölmehetett a színpadra, és beleénekelhetett a mikrofonba. Bizonyára rasszista, bizonyára gyűlöli, és a bőrszíne alapján megbélyegzi a feketéket.
Ja. Én nem akarom egyébként újra nyitni a majomhimlős vitát, de ugye a majomhimlőnél elmondtad, hogy micsoda felháborító, hogy a WHO igazgatója felvetette annak a lehetőségét, hogy esetleg hívjuk más, hogy ezt a betegséget. És akkor én így mondtam, hogy hát, hogy szerintem ez még belefér a normális diskurzusba, mert miért ne lehetne arról beszélni, hogy nevezzünk más, hogy egy betegséget. És én mindig a határt egyébként itt húznám meg, amikor valakinek az egzisztenciáját, az életét megsemmisítik, amikor valakinek hátrányos jogkövetkezménye kötődik a politikai korrektséghez, és soha nem ott, amikor emberek felvetik azt, hogy ez vagy az sértő lehet, ez vagy az rossz lehet. Tehát azt gondolom, hogy ebbe kell beleállni, itt van a probléma a politikai korrektséggel, amikor egy 21 éves embernek megsemmisítik a sportkarrierjét, azért, mert twitchelés közben mondott egy rossz szót, ami egyébként még csak nem is rossz szó, mert valójában abban a kulturális kontextusban valószínűleg nincsen semmilyen rasszista tartalma. Csak tudod, a majomról nekem nem a fekete bőrű ember jut az eszembe. Ha neki, a WHO igazgatójának a fekete bőrű ember jut a majomról az eszébe, akkor hát ne legyen rasszista a WHO igazgatója, de ne nevezzék át a betegséget emiatt. Már bocs. A 21 éves Vips még aznap bocsánatot kért. Szeretnék elnézést kérni a mai élő videó során használt kifejezésemért. Ez a nyelvezet teljesen elfogadhatatlan, és nem tükrözi azokat az értékeket és alapelveket, amelyeket vallok. Mélységesen bánom a tettemet, nem ilyen példát szeretnék mutatni. Teljes mértékben együttműködöm az eset kivizsgálásában, nyilatkozta pár napja az észtpilóta. A fuldokló halálbúgy borékolásait halljuk, ami mielőtt elsüllyed a vízben, és a tengerfenéken kötik. Na most akkor röhögsz rajta, miközben szerencsétlen, fel voltál szerencsétlen. Milyen kivizsgálásra gondol, mert most ezt múlt héten mondta, mostanra látjuk, hogy nem kivizsgálás volt, hanem szerződésbontás. De mit kell kivizsgálni? Tehát jön egy ilyen nyelvészekből álló alakulat, és megnéz, hogy jól artikulálta, amikor nem, azt mondta, hát a liberális szalonoknak ezek a politikai korrektség, politikai kutatás lehet itt a kivizsgálás, hogy hallotta valaki? Gáz volt? Igen? Akkor szerződésbontok. Ja? Nem hallotta senki? A politikai korrektség teljesülésére felügyelő papság, tudod, a liberális szalonoknak a legkiválóbbjai és politikailag legkorrektebbjei vizsgálják ki az esetet. Egyébként valószínűleg a Red Bullnál tényleg volt egy vizsgálat, nyilván jogászok, CEU, gender szakon, meg különböző hasonló szakirányokon végzett emberek megtárgyalták, hogy ez elfogadható, belefér-e a céges kultúrába, és természetesen úgy döntöttek, hogy semmiképpen sem fér bele. A probléma egyébként az egész woke világgal leírható ebből az esetből, hogy létezik egy vallás, amelyik extrém módon érzékeny bizonyos bűnökre. És ez még talán nem is lenne gond, hanem a vallásnak az a különlegessége, most túl azon, hogy nincsen istene, az a másik nagyon nagy különlegessége, hogy nincs benne bűnbocsánat. Hogy hiába kérsz feloldozást, nincs, aki feloldozzon. Tehát, hogy nem lehet feloldozni. Aki valaha valamit mondott, az már bűnös. És ez a vallás, ez minden esetben megtorolja azt, ami történt. Ez ilyen vadonbeli viselkedés, tehát ilyen törzsi, hirtelen széttépjük azt, aki egy picit kimozdult a rajból. Még nem jut, tehát én az ilyen tömegben extatikus zenére, véres szájjal ugráló barlangi embereket képzelek el, tehát lehet, hogy a szándékuk jó, csak a hozzátartozó liturgia az még egyelőre az ilyen emberevés szintjén van. Hát ez abszolút, ez a kereszténység előtti világ, ez az apokaliptónak a világa, ahol tényleg nincsen könyörület, nincsen megbocsájtás, csak is kizárólag vendetta van és vérbosszú. Létezik egy vallás, amelyik tudománynak tetteti magát. És pontosan ezért te nem gondolhatsz mást, mert vallásszabadság az ugye van. Tehát te, neked mondjuk az a meggyőződésed, hogy a Mohamed próféta az a lovával a mennybe ugratott, hát nekem meg az a meggyőződésem, hogy Jézus Krisztus, a zsidó királya, a messiás, személyes megváltóm, az a kereszten meghalt,
aztán alászállt a poklokra, harmadnapra feltámadt, és felment a mennybe. És nekem én gondolhatom, ezt te gondolhatod azt, hiszen hát vallásszabadság van, ezek különböző nézetek. Na de a vókizmussal szemben nem gondolhatsz mást, hiszen az nem vallás, az tudomány. Hogyha te más gondolsz, mint a vókizmus, az olyan, mintha tagadnád a gravitációt. És azt állítanád, hogy a tárgyak nem lefelé esnek. Az olyan, mintha tagadnád a naprendszert. És azt állítanád, hogy a Földet teknősök hátán álló elefántok tartják. Tudod? Hogy valójában aki ezeket a dogmákat tagadja, azzal szemben ezek a dogmák nem dogmákként mutatkoznak, hanem tudományos vívmányokként, amelyeket tanszékeken már bizonyítottak, és te, aki ezeket tagadod, te nem másképp gondolkozol, vagy más könyveket olvastál, vagy más neveltetést kaptál, más morális alapon állsz, vagy más információk birtokába jutottál, hanem tanulatlan vagy, ostoba vagy, aki nem ismered a newtoni törvényeket, nem ismered a legalapvetőbb tudományos vívmányokat, amelyeket a modernitás ma már mindenkinek a számára hozzáférhetővé tett, és akkor te tulajdonképpen nem is ebben a korban élsz, hanem egy ásatag maradvány, vagy egy lelet vagy valamikorról a középkorból. Engem az is érdekel, hogy azt is vegyük észre, hogy a Red Bull is ugyanaz alatt a kényszer alatt van a tömeg által, mint amilyen kényszer alatt van a 21 éves észt Forma 1 pilóta a Red Bull által, a szponzora, vagy a csapat tulajdonosa, vagy az istáló tulajdonos által, hogy ugye azt is szétkapkodják, és bennem van egy olyan kétel, nyilván a Red Bull pontosan tudja, hogy ki az ő közönsége, de én úgy képzelem a Red Bullnak a közönségét, hogy a kicsit pénzesebb, vagy a sportolásából már bevételt produkáló energiaitalfogyasztó, hiszen annyi olcsóbb alternatívája van, hogy kell valamilyen sznobizmus, hogy kitartsa mellett, és mindeközben egy olyan életmódod van, hogy szereted az adrenalint, aminek nyilván megint megvan az oka, mert az a természetes közeget, csinálod ezeket az extrém sportokat, és közben iszod ezt a vagy nagyon cukros, vagy nagyon egyébként másra meg nem jó tutti-frutti ízű valamit, hát ezek nem a vókok. Tehát, hogy nem érzem azt, hogy azt a nagyon lejárt lemez, még az üdítőitalok cukros változatait is még egy szinttel megfelelő italtípusért pont ugyanaz lenne oda, aki most azt akarja magáról kommunikálni, hogy ő fölébredt. És ezért azt gondolom, hogy a Red Bull esetén, hogy ő ilyenkor nem a fogyasztóinak próbál megfelelni, hanem neki ez tényleg egy ügye. Nem, hát minden olyanoknak felel meg, akik jobbára nem veszik a termékeit. Szerintem meg nem így megyünk. Ilyenkor nem piackutatást végeznek, hogy mit gondolnak az én termékeimet fogyasztók, hanem ők ilyenkor a nyugati civilizációt széltében, hosszában belengő kulturális követelményrendszernek felelnek meg, mindenkinek meg kell felelnie. Bármit is gyárt, bármivel is foglalkozik, ha a nyilvánosságban jelen akar lenni, és nem akarja, hogy kirekesszik, és nem akarja, hogy teljesen ellehetetlenítsék, és hogy hozzárendeljék a rabszolgatartó amerikai telepesekhez, hogy hozzárendeljék Adolf Hitlerhez, tudod, a történelem szemét bombjához, akkor neki igenis tudomásul kell vennie, hogy ezekben az ügyekben úgy kell viselkedni, minthogyha csak egy társadalmi nemek tanszék vezetője lenne. És tök mindegy, hogy mit járt. Cégről beszélünk, tehát őket ugyanúgy terheli, mint mondjuk a németeket, hogy aztán itt most nekünk kell a legjobban viselkedni, mert a múlt orán, mi puskáztunk. Igen. Szó szerint. Igen. Nem a tömegtől félnek, hanem valójában ugye a woke az három helyen is nagyon erős. Ugye egyrészt az akadémiai szférában, az egyetemi világban óriási tábora van, másrészt egyébként a céges világban is nagyon-nagyon jelentős pozíciói, de leginkább a médiában és az újságírói aktivizmusban tapintható ki, és egész egyszerűen egyetlen cégnek sem éri meg, hogy egy nemzetközi hajtóvadászat célpontjává váljon, és ezért van az, hogy igazából ugye fortélyos félelem igazgat, hogy meg akarják előzni, mi
kirakják a szivárványzászlót, kiraknak mindent, amit kell. Ők nem szeretnének semmilyen politikai kérdésbe bekerülni, ők szeretnék eladni a kétes minőségű terméküket, és ennyi. Tehát nincs szerintem igen nagyobb megfejtése mögött. A bírálatok keresztüzében találta magát Nelson Piquet a Forma 1 háromszoros világbajnok egy tavalyi interjúja miatt. Egy brazil podcast adásban a Neginyú kifejezéssel hivatkozott Lewis Hamiltonra, amikor a Max Verstappennel történt tavalyi Silverstone-i ütközéséről beszélt. A Mercedes és a Forma 1 részéről egyaránt elítélték az elhangzottakat, miközben a portugál szleng kifejezést nem feltétlenül bántó szándékkal használják. Hamilton az alábbi sorokkal reagált. Ez többről szól, mint a nyelvezet. Az ilyen ósdi gondolkodásnak nincs helye a sportunkban. Mindig ilyen hozzáállás vett körül egész életemben támadtak. Sok időm volt tanulni, eljött az idő a cselekvésre. Szegény Lewis Hamilton, akinek egész életében ezzel a megbélyegzettséggel, ezzel a hozzáállással kellett, tudod, handicapből kellett neki ezeket a világbajnoki címeket megszereznie. Most gondoljál bele, hogyha nem fekete bőre lenne, hogyha nem kapta volna ezt a rengeteg diszkriminációt az élete folyamán, hány világbajnoki címe lenne mostanra, hiszen most van valami 6 vagy 7. Hát mostanra lenne vagy 30 világbajnoki címe, hát tulajdonképpen Lewis Hamiltontól 23 vagy 24 világbajnoki címet elvett a rasszizmus. Egyébként a Lewis Hamilton az egy nagyon érdekes figura, hogy ő kitalálta magának ezt a szerepet, hogy ő lesz a Forma 1 áldozatiságának az arca, és így folyamatosan ezt csinálja, ugye térdel, meg mindenféle kampányoknak az arca, meg elmondja, hogy micsoda óriási hátrányokkal került szembe, miközben nem olyan régen, és én azért furcsálom ezt az egészet, ő maga is szembe került a MeToo mozgalommal, amikor is az történt, hogy megosztott, azt hiszem, hogy az unokahugáról vagy unokaöccséről, a 6 vagy 8 éves unokaöccséről egy videót, amiben az kislány ruhába volt, vagy kislánynak volt öltözve, és valami gúnyos kommentet fűzött hozzá, hogy ezt nem kéne, vagy mondta a kislánynak, hogy át kéne öltözni, és ezek után mindenfajta transzfóbnak elhordták, és mindenfajta megkurcolásnak a célpontja lett, és én nem tudom eldönteni, hogy ennyire nem tanult ebből a boszorkányüldözésből, hogy talán nem kéne részt venni benne, vagy pusztán csak arról van szó, hogy olyan súlyos sebeket hagyott benne ez a boszorkányüldözés, hogy már nem akar sohasem áldozat lenni, hanem mindig a vádló. Azt írja a hallgatónk, hogy Dave Chappelle egyik műsorában megtiltották a szerkesztők, hogy a buzi szót használhassa, fegött állít, ugye ez a nem pont hasonló értékű. Ez egy fordítás volt, Oszi, ez nem a te melegekkel kapcsolatos álláspontodat tükröző kijelentés. Kifelé az ajtón visszakérdezett, hogy miért tilos a buzizás, és miért engedélyezett a nigger. Azt a választ kapta, hogy mert te nem vagy buzi. Erre Chappelle, de én nem vagyok nigger sem. Nocsak. Hogy azért viccelünk színpadon kívül is egy elég erős visszaválasz. Igen. Figyelj, nem akarjuk Katarral összevetni ezt a szituációt itt, hogy megy ez a nagy demózás, hogy mit mondhat a Twitchben, meg mit nem, és ugye ugyanúgy a sport élvonalában, vagy hát a legnagyobb liga az autóversenyben, miközben a legnagyobb liga a fociban, meg valami teljesen máshoz asszisztál. Meg hát a legszexistább közeg szinte az egész világon futballvilágbajnokságot rendez. Tudod, az a közeg, ahol a nők nem vezethetnek autót, nem tanulhatnak tovább, ahol a nőknek nincsenek meg azok az alapvető jogaik, amik a nyugati civilizáció széltében hosszában évszázados viszonylatban vannak már meg. Tudod, ott a nők tényleg másodrendű állampolgárok, és ez nem akadály, tudod? A valóság nem akadály, csak a látszat, hogyha Katar nem lenne hajlandó kirakni a nem tudom én milyen szivárvány színű vagy Black Lives Matter szimbólumot, abból ügy lenne. De hogy bevándorlók, történetesen pakisztániak meg indiaiak tömegével, százasával halnak meg a stadionok építése során az embertelen munkakörülmények miatt, hát az meg a legtermészetesebb, és ez tulajdonképpen elfogadható a nyugati civilizáció számára.
Azt írja egy hallgatónk, hogy a WHO-val kapcsolatban nincs igaza a Tasnádinak. Eleve azt a kérdést kéne feltenni, hogy mire hoztuk létre a WHO-t. Ahogy időről időre átnevezze a betegségeket, vagy hogy felszámolja azokat. Én meg azt ezzel a jó emberkedéssel kapcsolatban, hogy csak a saját inkompetenciájukat próbálják elkendőzni elviselhetetlenül sikeresen. Na, ugyanaz történik, mint minden más esetben. Itt van valaki, akinek a betegséggel kéne küzdeni, de ő a betegség nevével küzd. Tehát a PC az, ami nyelvi síkon akar megoldani egy morális problémát. A rasszizmus az egy morális probléma. A szexizmus is egy morális probléma. Az N betűs szó, meg a nőket lesajnáló, lekezelő macsó beszéd, és illetve annak tiltása is, bizonyos szavaknak a megbélyegzése, az nyelvi síkon szankcionál egy olyan problémát, ami mélyebben húzódik. Hát, hogyha itt szavakat tiltanak be, azáltal az ember nem válik jobbá, tudod, nem az evangélium műveletét hajtja végre, ezáltal a politikai korrektség meg az ahhoz tartozó kurzus, hanem kifejezetten az 1984-nek és azon belül is az új beszélszótárnak a követelményrendszerét hajtja végre. Nem fogok belemenni. Én azt gondolom, hogy nem lehet rosszabb a világ attól, hogy a nigger szót mondjuk már nem használják kulturált körökben, tehát azt gondolom, hogy egészen nyugodtan lehet beszélni szavaknak a tartalmáról, nyugodtan el lehet kezdeni diskurzust arról, hogy hogy nevezzünk egy betegséget, nevezzünk át, tehát szerintem ez abszolút belefér. De tudod, most kimondtuk a nigger szót egy csomószor. Igen. Tudod? Hát mi itt mind elkövettük a vétséget. Mindannyian. Vezetője nem azt mondta, hogy soha többet, nem arra tett javaslatot, hogy soha többet, aki kimondja, hogy majomhimlő, azt ítéljük börtönre. Ő azt mondta, hogy vannak olyan tendenciák, hogy a majomhimlő kapcsán rasszista előítéletek erősödnek meg, emiatt a nem de nem benne. A kifejezés okozza a rasszizmust, hanem a rasszizmust. Nem az emberekkel, hanem a majmok élőhelyével, Afrikának a hírnevével kapcsolatban. De ez egy alapvetően tényleg egy tudományos kérdés. És hogyha van egy ilyen összefüggés, akkor el lehet gondolkodni, hogy érdemes-e átnevezni, vagy nem érdemes átnevezni. Egyébként, hogy mennyire belteljes világ a Forma 1, abban egy nagyon érdekes, hogy a Nelson Piquet-nek a lánya egyébként a Verstappennek a csaja, és a Nelson Piquet úgy száll bele a Hamiltonba, hogy kvázi a sógorát védi, és így provokálja a Hamilton. De hát ők mindegy nagy család valójában. És egyébként a Piqué kapcsán, hogy ez mennyire rasszista vagy nem rasszista, én nem tudom megítélni, mert a portugál közeget nem ismerem, de a Piquéről például tudni kell, hogy ő azt hiszem, hogy a Mansell-lel versenyzett egy időben. A Mansell-t például azzal provokálta a versenyek előtt, hogy ronda a felesége. Ami így jól mutatja, hogy ennek a figurának a karakterétől azért nem áll távol bizonyos politikai korrektségeknek. Nőgyűlölet. Hát azért azt nem nevezném nőgyűlöletnek, de tiszteletlenségnek, de, tudod, meg gyukóságnak. Annyira alacsonyan röpköd itt a rasszizmus, meg a szexizmus, meg a homofóbia. Szerintem ennek a feléért már kijár a nőgyűlölet, mint bélyeg.